180 perc állt a rendelkezésükre a feladatlapok megoldásához azoknak, akik a középszintű matematika érettségit választották. A vizsga után már őszinte mosolyal az arcukon mondták a telekisek, nem is voltak annyira nehezek a feladatok. Rengeteg függvény volt benne, és én úgy számoltam, hogy ennyi nem lesz benne. Hát az első része volt nehezebb, mint amire számítottunk igazából. A második része meg az választható volt, hogy melyik feladatot választjuk, úgyhogy az úgy jobb volt. Az emelt szintű matekosok 240 percen át küzdöttek a feladatokkal. Voltak, akik kihasználták a rendelkezésre álló időt, akadtak azonban olyanok, akik hamarabb végeztek a vizsgával. Volt benne térgeometria, és nem volt trigonometrikus egyenlet, és ez így jól jött. Az átlag évekhez képest, az előző évekhez képest könnyebb volt. Szerintem jól sikerült. Nagyon reménykedem, hogy nem néztem el semmit, és tényleg jó is lesz. A szaktanárok egyöntetű véleménye az, hogy csak azok a diákok birkóztak meg sikerrel az emelt szintű matekkal, akik évek óta készültek rá. Volt integrál számítás, volt térgeometriai probléma, tehát ott is elég sok és sokszínű feladat volt. Amit az emelt szintről mindenképpen el kell mondani, hogy azt gondolom, hogy csak az a tanuló tudta sikerrel megírni, aki a korábbi években már a gimnáziumi vagy középiskolai évei alatt emelt szintű képzésben is részesült, mert például az integrál számítás az egyáltalán nem középszintű tananyag, és ebben a feladatsorban most ilyen jellegű feladat is bekerült. Felmérések szerint 2001 óta az érettségiken egyértelműen negatív lista vezető a matek. Közepes fölé csak 2009-ben kúszott az átlag. A többi évben ez alatt teljesítettek a diákok.